nyolcadik nagyon személy híd volt. Személy híd volt! Végül így lett ő a vezetőjük. Fuss gyorsan, fuss gyorsan, mert Csík úr erdeje vár. A sprint kiírtjuk estére, s az esprincs messze vár. Legalább 50 éve nem volt ennyire aktuális ez a darab, mint most pont Magyarországon. Bizonyos értelemben egy anti-brechti előadást csináltam, mert most sokkal nagyobb szükség van szerintem arra, hogy igenis be legyenek vonva a nézők ebbe az előadásba, pont hogy nem az elidegenítés lenne a cél. Azt szerettük volna elérezni, hogy konkrétan a bőrükön érezzék a történetet, és ne legyen lehetőségük menekülni előle, és a felelősség súlyát is átérezzék. Ebből következett az is, hogy nem szerettem volna megtartani azt formájában, stílusvilágában, hogy ez valahol a távoli Szecsuánban játszódik, tulajdonképpen egy mese helyen, hanem ez egy nagyon itt és mostra készült előadás. Új szöveget csináltunk hozzá, a díszlet is egy mai Budapest sűrítmény szeretne lenni, egyáltalán a figurák azok törekedtünk rá, hogy abszolút ismerősek legyenek. Add át üdvözletünket! Miért? Hova lett a vízáros? Nyilván azt hitte, hogy nem jössz és szégyenében elszaladt. Pedig az ő érdeme, hogy ráakadtunk egy jó emberre! Ebben a darabban van három isten, én vagyok az egyik, ez a fény fiai, és a rendező gondolkodott azon, hogy a mai társadalomban mit jelent az, hogy istenek. És így jött arra a gondolatra, hogy celebek, hiszen őket istenítik, és akkor mi különböző celebek vagyunk az előadásban. Lám, ha baj van, többé nem hiszel a jóban. Szégyellem, ha a fény jön, nem hiszem, hogy van még bátorság. Ezek nem bűntelen istenek, akik gyakorlatilag azért cserbe hagyják a jó embert, miután ők kipipálták abból a listából, hogy találtak jó embert, elvégezték a dolgokat, és szépen pesgőznek már fönn a erkélyen, miközben a sentelen kínlódik. Ahogy ez illik a celebekhez, meg a funkcionáriusokhoz, mert hiszen azokat is megjelenítjük, akik pártkatonák. Tehát a felső utasításra ők elvégzik a dolgukat, és a humánumnak a nyomát sem lehet náluk tapasztalni. Itt van egy nagybátyám! Akkor haladéktalanul vegyük el vele a kapcsolatot. Igen, de nem itt lakik. Egy másik városban. Igen, említettek nekem, hogy Sunkban lak. Igen, ott Sunkának hívják. Ó, de hát ezt ismerjük, ez olyan mokány. Igen, nem kell parázni, miért profi a csávó. Hát én játszom Sentét, a jó embert, és Sújtát, a rossz embert is. Tehát a saját nagybátyámat is alakítom. Sente alapvetően mindenkit támogat, aki hozzáfordul. Majd azt veszi észre, hogy magát nem tudja megmenteni. Ezért kell a nagybácsi, aki őt kiszedi ebből utána kegyetlenül, úgymond. Követelem, hogy hozzád ide Sentét. Ő nagyságrendekkel korrektebb, mint maga. Nagyságrendekkel könnyebben rá is lehetett szedni. Hát jó, hát akkor innentől kezdve tőlem lehet tartani az árut a földön. Lehet neki segíteni. Brechtnél ez egy kicsit, mivel ez a tandráma, tehát ez kicsit túl fehér, meg túl fekete. A Sente az kicsit már bugyután naív a darabban. Azt, amit Sente tesz, azt ma már senki nem tenné meg. Megírva meg úgy van, hogy nem, persze, gyere, tehát mintha valami meséből lépett volna elő. Mi egy kicsit törekedtünk arra, hogy ez emberebb figura legyen ez a Sente is. Mit tisztasz el rá? Semmi. Vagy talán olyan jó volt. Nem. Ő a jó lélek Sente szerelme. Egy elkeseredett fickó. Nem igazán tudja, hogy mi a problémája. Valamiért lázad. Ez biztos, hogy vonzó benne, mert hihetetlen ereje van, meg szenvedélye, de ez sajnos jó irányban csak a darab végére tudja fordítani. Tehát az álmait nagyon könnyen felcseréli egy egzisztenciális jólétre. Ebben a figurában benne van a férfi önzésnek az eszenciája. Mindenki szeret úgy egy nőt, hogy a maga módján. És az baromi önző dolog.
ez a figura inkább magát szereti. És azért szeret bele talán ebbe a lányba, mert úgy nyúl hozzá, hogy ez neki jó. És velem mi lesz? Velem mi lesz? Én üzem vagyok, ott akarok. Én repülni akarok. Így jár te is. Talán akkor megértesz, hogy nem hiszem. Biztos, hogy benne, hogy ez a nagybácsi ide tolja a képét. Úgy tűnik, büdös neki ez a házasság, azért nem jön. Anya, te nem tudod, hogy mi hogy vagyunk. Mi spanok vagyunk, mi testvérek vagyunk. Lehet-e jónak lenni ebben a világban? Fölmerülhet-e ilyen anyagi körülmények között, gazdasági válság közepette? Ha valaki jó másokhoz, akkor hol vannak a határterületek? Mert hogy magunkhoz is jónak kell lenni, mert különben a dolog felbillen, vagy pedig fölzabálnak egész egyszerűen. Minden egyes kérdést, amit a darab fölvet, azt megpróbáltuk egy picit továbbvinni, az, hogy pont ebben a pillanatban, 2009 Budapestjén ezek a kérdések hogyan vetődhetnek föl. De ha beüt a szerelem, azt tönkretesz mindent. Mondja, megéri mégis folyton erősnek lenni? Az a vérszívó típus, aki mindig megérzi a meleg vért, és azonnal ott terem, ahol lehet, és ugye nem szorul rá, de ott áll a segélyért, ráül mások életére, ingyen is osztogatja a tanácsait, ha kell, hanem. Mindig jól akar járni, és akkor ezt minden áron megteszi. Ez nem az a fajta klasszikus Brecht előadás, amit megszoktunk, tehát nincsenek az éles kiszólások, nincsenek a dalok elkülönítve, inkább azokat is behoztuk az előadásba. Nincs benne annyi elidegenítő effektus. Mi lesz ezzel a pilótával? Mi? Nincs, semmi volt. Tehát nem csak egy egyszerű kis 8. kerületi fodrászüzletben egy ilyen szürke kis fodrász, hanem tulajdonképpen egy divatdiktátor. Az a típusú ember, aki nagyon meg akar fogalmazni dolgokat, de miközben nagyon meg akarja fogalmazni, eközben irgalmatlan marhaságokat mond. A Sentébe ugye nagyon szerelmes lesz. És ez nagyon érdekes dolog, ez a Pali, ez bármely nőt megkaphat, de tele van pénzzel. Ez szerelem. Mélyebben megüti ennek a lánynak a lénye. Hát csak egy dolgot tud bevetni, a pénzét és a befolyását, hogy megkaparítsa magának a lányt. Ezt az üres csekket, mint hódulatom, virágám. Aztán elmegyek a küszöb alatt csehbe, ellenszolgáltatás nélkül lábújhegyen, mint merő alázat. Ebben a mai világban, amit most élünk, ez az elidegenítés már sok. Mert az előző gazdasági világválságkor volt ez téma, hogy bejött a kapitalizmus erősen. Akkor az érdekes volt, hogy az ember azért, hogy boldoguljon, elfelejt jónak lenni. Nem volt divat szemétnek lenni, vagy erkölcstelennek lenni. Most már azt hiszem, hogy egy kicsit olyan világot élünk, hogy ez teljesen természetes, hogy az ember erkölcstelen azért, hogy boldoguljon. Mert csingur erdeje vár, azt mind kiírtsuk estére, s az est nincs messze már. Lássuk-ha, mert csingur erdeje vár, azt mind kiírtsuk estére, s az est nincs messze már. Azt mind kiírtsuk estére, s az est nincs messze már. Azt mind kiírtsuk estére, s az est nincs messze már. Azt mind kiírtsuk estére, s az est nincs messze már.